Január 1-től a rendőrség elektronikus ügyintézést biztosít a magyar állampolgároknak a kényelmes ügyfélfogadási időhöz nem kötött otthonról, de akár külföldről is végezhető közigazgatási és hatósági ügyek intézéséhez. Az elektronikusan intézhető ügyek felsorolását és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályokat a szolgáltatási szabályzat tartalmazza, amely a rendőrség hivatalos honlapján elérhető az e-ügyintézéssel kapcsolatos szabályzatok menüpontban. Gyakorlatilag a rendőrség honlapján tájékozódva az elektronikus ügyintézés menüpont alatt jelen pillanatban 208 darab elektronikus űrlap érhető el. Ezek a legfőbb rendőrségi hatáskörbe tartozó ügyeket lefedik, a legjelentősebb részük a közigazgatási ügyek. Ezek közül érdemes kiemelni külön is azt, hogy a lőfegyver, polgári lőfegyver tartásával összefüggő ügyek, pirotechnikai tevékenységgel összefüggő közigazgatási ügyek, személy és vagyonőri magánnyomozó igazolvány kiadásával kapcsolatos ügyek, polgári célú robbanóanyagokkal kapcsolatos rendőrségi hatósági ügyek, de a közigazgatási ügyeken túlmenően is, például a közérdekű panaszokkal, bejelentésekkel kereshető meg a rendőrség, a rendőri intézkedés elleni panasztételére, illetve beküldésére is lehetőséget biztosítunk, és akár a gyülekezési joghatály alá tartozó rendezvényeket is be lehet jelenteni ilyen módon. A rendőrség esetében már több éves múltja van az elektronikus ügyintézésnek, mivel bizonyos közigazgatási ügyeket eddig is elintézhettek egy űrlap segítségével az állampolgárok. Most január 1-től egyfajta technológiai ugrás történt a rendőrségnél. Egyrészt az ügyek száma is jelentősen bővült, illetve a rendőrség belső ügyviteli rendszerét is jelentős mértékben modernizálták, tette hozzá Gömbös Sándor. Kétféle módon intézhetnek az állampolgárok elektronikusan ügyet. Egyrészt a már említett ANK űrlapok igénybevételével, amelyek ismerősek lehetnek az állampolgároknak például az adóbevallás kötelezettség teljesítése kapcsán. Ezek olyan intelligens űrlapok, amelyek letölthetők a számítógépére a leendő ügyfélnek, illetőleg szükséges egy kitöltés támogató alkalmazás, és ettől a pillanattól kezdve ügyfélkapus elérhetőséggel már indítható is az ügy. A másik alkalmazás, amit talán újabbnak tekinthető, ez az e-papír alkalmazás, ami tulajdonképpen egy ingyenes hitelesített üzenet küldő alkalmazás, szintén ügyfélkapus kapcsolatot igényel, és ezen ügyfélkapu keresztül lehet eljuttatni az e-papír küldeményeket a rendőrséghez. A rendőrség nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy abban az esetben, ha valaki azonnali rendőri intézkedést szeretne bejelenteni, akkor továbbra is a 112-es telefonszámot hívja. Az online ügyintézés ugyanis a hatósági ügyintézésre biztosít lehetőséget, nem pedig az azonnali rendőri reagálásra.